amajd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet. Amajd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán. Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a kállal. Tűzön vizen át. Az idei évadban több előadás is fejet hajt Petőfi Sándor nagysága előtt. Az évforduló tiszteletére született meg a Vilkósuli bérlet ős bemutatója. Xell Attila egy korábbi művét dolgozta át. Arany János gyermekkorától indul, és a két költő óriás legendás barátságát tárja elénk a 19. századi forrongó történelem közepette. 1847. június 1-én egyszer csak megjelent Petőfi Aranyéknál. És a következő 10 napot együtt töltötte a családdal, Petőfi, és ennek a 10 napnak az elképzelt beszélgetéseiből tevődik össze a második felvonás. Tehát a Petőfi sorsa gyerekkorától a beérkezésig. A darab eddig tárgyalja kettőjük sorsát, illetve van egy pillanat a legvégén, amit visszahoztam az Aranyból, egy elképzelt utolsó találkozás Petőfi és Arany között. A 2017-es bemutató után Pusonyi Takács László ismét nagy örömmel öltötte magára Arany János jelmezét. Sokat változott a világ az elmúlt 6 évben, kíváncsian várja a nézők reakcióját, hogyan hat majd rájuk az emberi történet. Most egy másodszor csinálom, most találtam meg azt, hogy persze sokféleképpen el lehetne képzelni Petőfit, Arany Jánost, Janos Pannonius, annyiféleképpen lehet játszani, hogy nagyon nagy szerencsének tartom, hogyha egy színész ilyenkor talál valami olyan kapaszkodót, persze, hogyha egy kicsit olvasgat, ami mentén el tud indulni, és ez a befelé forduló, kicsit magányos, magának való létezése Arany Jánosnak, ez azért engem sokkal közelebb hozott így öregkoromra hozzá, mint ahogy az volt mondjuk 30 évvel ezelőtt. A Vilkósuli bérlet idei ősbemutatója már a címében is jelzi, hogy az előadásban több klasszikus sor is elhangzik Petőfi és Arany műveiből. A darab záró jelenete egy víziót fest fel. Ez a kapcsolat egy nagyon furcsa, nyilván a történelem által is meghatározott végkimenetele zárul. Ez Attilának, Xell Attilának, a rendezőnknek egy szinte víziószerű záró jelenete, amiben a két költő, talán így volt, talán nem, de búcsút vesznek egymástól, mielőtt Petőfinek indulna a szabadságharcnak. Talán ez az egyik csúcs jelenete az előadásnak. Arany János és Petőfi Sándor igazi barátok voltak. Költői lelkiismeretük, a nép, a haza és a szabadság ügye melletti kiállásuk, valamint egymás tehetsége iránt érzett kölcsönös rajongásuk vezette őket. A zenés színműk Xell Attila tollából nekik állít méltó emléket. A Vilkósuli bérlet nyitó előadását kiváló szereposztásban szombattól tűzi műsorára Győri Nemzeti Színház.